Bár Magyarországon a gyógyvizeknek több ezer éves múltja van, a gyógyfürdőzésben mindig van új a nap alatt. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan várták már, hogy visszatérhessenek strandolni, fürdőzni, viszont abban is biztos vagyok, hogy nem csak az élmény fürdőkbe való visszatérést várják már az emberek, hanem a gyógyfürdőkbe való visszatérést is. Nagyon vártuk mindannyian a nyitást, ugyanúgy a vendégek, ahogy a fürdők is. Kiki, amit szeret egy fürdőben, arra vágyott már a legjobban. A családok, kisgyerekesek szerették volna a zöld parkokat, a pancsolómedencéket visszakapni, újra birtokba venni. A gyógyvizeket előnyben részesíti az idősebb korosztály, ugyanis ez igazoltan gyógyhatással rendelkezik. Ezek a gyógyvizek melegvizesek, és általában javulást hoznak mozgásszervi problémákba, illetve ízületi panaszok esetén. A gyógyfürdőzés kiegészíthető gyógyászati kezelésekkel, víz alatti gyógytorna során a víz fizikai tulajdonságait lehet kihasználni. Így, ami szárazföldön nehézkes, fájdalmas mozgás lenne, ez a vízben könnyeddé válik. Ugyanakkor egy folyamatos ellenállással szemben kell dolgozni, így kiváló izomerősítő gyakorlatok végezhetők vízben. Aki szereti az érdekességeket, ő választhatja az algapakolást, ami feltölti ásványi anyagokkal a szervezetet. Ez a bőrön át szívódik be, illetve a pakolás tulajdonképpen egy meleg hatására történik, így ez jobban elősegíti azt, hogy ezek az ásványi anyagok és vitaminok bejussanak a szervezetbe. Emellett fontos, hogy elegendő folyadékot fogyasszunk a pakolás után, hiszen utána a méregtelenítést is ez segíti, és a salakanyagok kiürülését. Az alpesi szénás gőzfülke kedvező hatással lehet a mozgásszervi problémákra, de akár egy kiegészítő kezelése is lehet wellness kezeléseknek. Egy gyógyvizes párnán keresztül közlekedik a gőz, ami az ott ülő vendég hátát, nyakát és derekát fogja átmelegíteni. Mindeközben a lába és a feje kívül marad a gőzön, így nem terheli meg a szívérrendszert. Mennyiben egészítheti ki mondjuk egy-két gyógyászati kezelés az egészséges életmódot? Tehát, hogy azok is igénybe vehetik ezeket, akiknek mondjuk esetleg semmilyen problémájuk nincs még? A nyugati kultúrákban már beépül a gyógyfürdőzés és a prevenció az egészséges életmódba, így ott már az is megszokott, hogy akkor is látogassák a gyógyfürdőket, illetve a wellness kezeléseket, amikor nincsen kifejezett panasz vagy probléma. Ez nálunk is egyre inkább jellemző, és felkeresik a gyógyfürdőket, illetve gyógyászati kezeléseket úgy is a vendégek, hogy csak a relaxációra, illetve a megelőzésre szeretnének hangsúlyt fordítani, és ehhez keresnek kezeléseket. És mi a helyzet a fiatalokkal, illetve azokkal a családokkal, akik mondjuk kisgyermekekkel szeretnének egy picit kikapcsolódni? Véleményem szerint a komplex fürdőélményhez hozzátartozik, hogy az idősek kielvezhessék a gyógyvizet a gyógymedencékbe, a családok, fiatalok pedig a csúszdákat, illetve azokat a medencéket, amelyek kifejezett strandélményt nyújtanak.